Heréd vezeti a hulladékkezelő társulást. 60 kultikus vadászati központ. Döntetlent játszott az FC 60. Köszöntöm nézőinket, Önök a 60 TV híradóját látják. Új elnököt választott magának a 60 és vidéket települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztése társulás. Mostantól Heréd vezeti a társulást. Péntek délelőtt ülésezett a társulás, ahol az első napirendi pontban új elnököt választottak. 60 helyett mostantól Heréd, ezzel pedig Kómár József az elnök. A társulást 2013-ban alapították, hogy korszerű hulladékgazdálkodása jön létre 60-ban és a környező településeken. A projekt megvalósulását 60 vezetésével a 60-i munkaszervezet 60-i munkatársakkal végezte. Horváth Riár polgármester szerint mindezt megfelelő szakmai színvonalon teljesítették, ezzel valósult meg a Csányi úton található telep, és ennek köszönhető a szelektív gyűjtés is az érintett településeken. A jelenlegi helyzetet igen méltatlannak tartom, 60-ra és a 60-akra nézve, hiszen az elmúlt időszakban 60 sokszor pénzügyileg is viselt terheket annak érdekében, hogy ez a rendszer, ez a hulladékgazdálkodási rendszer, amely kiszolgálja a környező kis településeket is, megfelelőképpen működjön. Az elnökváltás után az ülésen rögtön felvetődött, hogy minden tag lakosságszámtól függetlenül azonos szavazati jogot kapjon. Ám ez azt jelenteni, hogy a költségek és a teher viselését is arányosan el kell majd osztani. Az új elnök szerint erre a későbbiekben visszatérnek majd. Kérdeztük Kómár Józsefet is a változásokról, de nem kívánt nyilatkozni. Széchenyi Zsigmond halálának 50. évfordulójára emlékeztek csütörtök délután a Vadászati Múzeumban. Az eseményen részt vett Semmél Zsolt miniszterelnök helyettes is, aki maximálisan végigkísérte a kastély felújításának folyamatát és a múzeum létrehozását. Úgy véli, még mindig megrendítő erejű az állandó tárlat, emellett méltó mementója és egyben szentélye ez a magyar vadászatnak. Szerinte a legnagyobb magyar vadász egyértelműen Széchenyi Zsigmond, akinek művészete, vadgazdálkodási tudománya, fotói és irodalmi zsenialitása is mind tetten érhetők. Minden vadász számára ő az etalon. Hozzátette, éppen ezért természetes volt, hogy róla nevezik el a Vadászati Múzeumot, és hogy az ő égisze alatt valósul meg a 2021-es Vadászati Világkiállítás. A miniszterelnök helyettes szerint a világkiállításnak 61 kultikus, központi helyszíne lesz. A miniszterelnök helyettes elmondta azt is, hogy 60 polgármesterével, Horváth Rihárddal rendszeresen tartják a kapcsolatot. Sok fejlesztési elképzelés van, ami a kastélyhoz, a városhoz, illetve a vadasparkhoz kötődik. Semmilyen Zsolt kitért rá, fővárosi állatkert most 25 milliárd forintos támogatást kap, hogy a világ kiállítása a világ egyik legmodernebb ilyen típusú intézménye lehessen. Ahogy fogalmazott, ez a rendezvény nem csak a vadászathoz kapcsolódik, nagyon sok mindenkit érint. Mindenki összegyűjti, hogy ő mit szeretne, ezt részletesen kidolgozza, ehhez költségvetés készít, mi akkor az egészet egybe szerkesszük, hogy az események egymást építsék, ne pedig kioltsák egymást, és mikor ezt egybe szerkesztettük, akkor a magyar költségvetés az ehhez szükséges forrásokat biztosítani fogja. És nemzetközileg is, itt van nálam a pecsétes papír, hogy a Nemzetközi Vadászat és Vadvédelmi Tanács, ugyanúgy, mint 71-ben a szakmai védnökséget vállal, tehát mind nemzetközi, mind magyar vonatkozásban minden a legjobb úton halad, és a szükséges pénzügyi forrásokat biztosítani fogjuk, és nyilván ebből 60 is karakteresen részesedni fog. Csóri Sándor és Simon István verseit is ismernie kellett a résztvevőknek az idei Szépkorúak irodalmi versenyén. A vetélkedőt 8. alkalommal rendezték meg a Daliban, amelyre Gyöngyös Halászról és Karcagról is érkeztek nyugdíjas klubok. Még az utolsó percekben is tanulták a verseket a versenyzők a Daliban. A Szépkorúak irodalmi vetélkedőire idén is több településről érkeztek versenyzők, hogy kiderüljön, melyik nyugdíjas klubban legtájékozottabb a versek világában. Sipos Lászlóné és csapata Gyöngyös Halászról érkezett. A hölgyek már hónapokkal ezelőtt összeültek, hogy áttanulmányozzák Csóri Sándor, Kányádi Sándor és Simon István munkásságát. Sipos Lászlóné azt mondja, bár hatalmas mennyiségű anyagot kellett átolvasni és megtanulni, mégis minden percét élvezték.
Na most hát ez hatalmas téma, úgyhogy ebben nagyon bele kellett merülni, és különösen a szürke szonettek voltak azok, amelyek úgy gondot okoztak, hogy miről is szól, hogyan is fogjuk meg. 5 fős csoporttal jöttünk, az idén új szemét is hoztunk magunkkal, és hát mindenképpen csapatépítés. A 60-i naplemente nyugdíjas klub is képviseltette magát a vetélkedőn, akiknek Csóri Sándor versei okoztak fejtörést a felkészülési időszakban. Ketten tanultuk a Csórit, mert neki 2 kötetét kellett, és a 2 kötetben 40 vers van, 38 pontosabban, és hát ha most mégis egy idézetet kapunk, hogy legalább az embernek legyen egy kis fogalma, hogy mégis melyik versben lehet. Az irodalmi vetélkedőt már 8. alkalommal rendezték meg. A szervezők minden évben olyan témaköröket választanak, amik kellemes emlékeket idéznek, és szívesen olvassák újra a jelentkezők. Olyan témákat választunk, amit mi valaha tanultunk. És szinte jól esik feleleveníteni, hogy valóban emlékszem, és tudnánk kérdésekre válaszolni. Az idei versenyen egy tesztet kellett kitöltenie a versenyzőknek, amelyben kitértek többek között a költők életútjára, munkásságára és alkotásaira is. Ingyenesen regisztráltathatják kerékpárjukat a 60-iak. A kétkerekűek nyilvántartásba vétele nagyban megkönnyíti a rendőrség munkáját egy esetleges lopás esetén. A regisztráció során a Bike Safe matrica mellett egy láthatatlan jelzés is felkerül a kétkerekűre, amelyet a tulajdonos tetszőlegesen választhat ki. A rendőrség munkatársai júliusig több alkalommal is várják az érdeklődőket a Grassalkovics művelődési házban. Bárki jöhet a kerékpárját regisztrálni, annyi megkötés van, hogy a tulajdonosnak kell jönnie, hozzon magával személyigazolványt és lakcímkártyát, illetve a kerékpárt is, ugyanis az lefényképezésre kerül. És ugye a nagy népszerűségre való tekintettel a program időpontjait megváltoztattuk, tehát ezentúl most már minden kedden, amikor a program tart, 16-tól 18 óráig is lehet regisztrálni, illetve szombatra is van egy regisztrációs időpontunk, 10 órától délre. Az MB3-as labdarúgó bajnokság 28. fordulójában az MTK-2 vendége volt az FC 60. A mérkőzést az BKV előre pályán játszották vasárnap viharos szélben. Az eredmény döntetlen lett. Ősszel a 60-iak hazai pályán 1-0-ra legyőzték az MTK második csapatát, most is hasonló eredményre számítottak. Már az első percül letámadtak, Szabó Roland beadása Csípiel Repka. Mondi törbe egyedül, Repka faultja után nincs büntető. Karácsony szerez labdát, Áccsal játszanak össze, végül Ács lövését biztosan fogja meg Varga, az MTK kapusa. A 20. perctől felébredtek a hazaiak. Aszódi rosszul jön ki, Varga középre passzol, Repka az égbe lő. Az MTK pontrúgásokkal veszélyeztet, de Repka előtt elmegy a labda. A 32. percben egy szögletből Rejic fejel mellé. A 43. percben Rejic megszerzi a vezetést. Egy szöglet utáni kavarodásból eléperlő labdát látványos mozdulattal húz a kapuba. Ezzel 1-0-ra vezet az MTK. A középkezdés után már is egyenlíthettek volna a 60-iak. Jobboldali támadás után Simon kerül helyzetbe, majd Ács csap le a kipattanóra, de lövését bravúrral védi Varga. Szabó szögletét Varga húzza le az üresen érkező bárkány elől. A második félidő elején Repka hatalmasat rúg Mundiba, Sipos Katalin játékvezető ezért nem ad büntetőt. Az 58. percben Karácsony beadását Szabó csúsztatja meg, ami Takács lábáról majdnem öngól lett. A 60. percben Ács fordul le a védőjéről, de lövése nem találja el a kaput. 60-i kontra 1 perccel később Tóth Olivér húz el a jobb oldalon, a lövése fölé száll. Az MTK újra pontrúgásból veszélyes. A 75. percben góllá érett a mező fölény. Simon szökteti Ácsot, aki egyből középre gurít, az érkező Mundi a kapubal sarkába belsőz. A
középkezdés után Bárkányi szerez labdát, Ács jó ütemben indul, de lőnie nem sikerül. Ács szöglete után Tóth Máté fejese kapu tetején landol. A hosszabbításban Petrezselyem ívelését kész csúsztatja a kapus kezére. A megítélt szögletből egy védő kezezése után ismét elmarad a büntető. Szombaton 17 órakor a Hajdúböszörményt fogadja a Népkertben a 60-i csapat. Vasárnap 18 órakor ismét felelevenítik a néphagyományokat. A képviselőtestület férfi tagjai májusfát állítanak a Kossuth téren. Minden hölgyet szeretettel várnak a helyszínre. Hétfőn, május 1-én a Népkertben fellépnek a civil szervezetek. Színpadra áll a Splash, Mr. Rick, Betty Love, este pedig a Bombonat koncertet. Napközben zajlik a főzőverseny, és mobil ringet is felállítanak a helyszínen. Szombaton keleten alakulhat ki kisebb eső, egy-egy zápor, nyugaton szakadozottabb lesz a felhőzet. Megerősödhet az északnyugati szél. Enyhe reggelre számíthatunk, napközben pedig 11-17 fok valószínű. Vasárnap az északkeleti megyékben ismét kialakulhat eső, zápor, viszont hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Keleten élénk, helyenként erős lesz az északi szél, délutára 12-17 fok közé melegszik a levegő. A tavaszi fesztivál programjait megtalálják a 60iprogramok.hu weboldalon, a fontos 60-i híreket pedig a 60ihírlap.hu internetes felületen keressék. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták, most a Reporter című magazinunk következik, ha tehetik, maradjanak velünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!